Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Jöhetnek a befektetők. Készen áll a megye egy nagyobb foglalkoztató megtelepedésére. Készülhetnek a beszámolók. Fontos határidőhöz érkeznek a társasházak május 31-én. Kreatív kalandtúra a Göndöcskertben. 72 diák vett részt a középiskola játékos csapatversenyén. Kultúrházak éjjel-nappal. Gyula két programmal csatlakozik az országos eseménysorozathoz. Egy viszonylag állandó, alacsony munkanélküliségi ráta alakult ki az elmúlt években Békés megyében, mondta Pántja Imre a három témában. A foglalkoztatási főosztály vezetője kiemelte, térségünk készen áll arra, hogy egy nagyobb foglalkoztató megérkezése esetén elegendő szakembert biztosítson. Ez a nap híre. Állandó alacsony szinten van. Kisebb ingadozásokkal ugyan, de az elmúlt években állandó, alacsony szinten van az álláskeresők száma Békés megyében, mondta el a Békés megyei kormányhivatal társadalombiztosítási és foglalkoztatási főosztály vezetője a három témában. Pántja Imre kiemelte, a mostaniak a mindenkori legjobb adatoknak számítanak a rendszerváltás óta, és különösen szembetűnő az a jelentős csökkenés, mely 2010-hez képest tapasztalható. Még akkoriban beszéltünk egy ilyen 28-30 ezer főnyi álláskereső számról Békés megyében, most egy ilyen 11 ezer, 10 ezer, 500 és 11 ezer közöttiről beszélünk, még a közfoglalkoztatottakkal együttvéve is egy harmadával csökkent ahhoz képest a álláskeresők száma. Tehát most a jelenlegi helyzetben a mindenkori legalacsonyabb a munkanélküliség Békés megyében. A csökkenő munkanélküliség egy újfajta problémát is a felszínre hozott. Igaz, a több ágazatra jellemző munkaerőhiány Békés megyében jelentős késéssel jelentkezett ahhoz képest, hogy az ország nyugati részében mikor kezdtek el küzdeni ellene. Nagyon fontos a kormányhivatalnak, hogy a Békés megyei munkavállalók itt maradjanak, ne más megyébe, máshol keressék a boldogulásukat. A problémára Pántja Imre szerint több megoldás is létezik. A nyugdíjasok, a diákok és az inaktívak nagyobb szerephez juthatnak, ugyanakkor a képzések jelentőségét sem szabad elhanyagolni. Arra a felvetésre, hogy Békés megye a foglalkoztatás szempontjából készen áll-e arra, hogy akár egy nagyobb, adott esetben komolyabb autóipari cég megtelepüljön itt, Pántja Imre egyértelmű igennel válaszolt, nem csak a javuló infrastruktúrális feltételek és a már eleve meglévő munkaerő miatt, hanem azért is, mert ez sokakat visszacsábíthatna térségünkbe. Nyilván egy ilyen cégnek a megtelepedése egy hosszabb folyamat, tehát erre azért fel lehet készülni. Azt gondolom, hogy Békés megyében megfelelő kultúrája alakult már ki ennek az ipari foglalkoztatásnak. Ha nem is csak ebből a 11 ezer, illetve álláskereső, illetve 7-8 ezer közfoglalkoztatottba gondolkodunk, hanem a olyan munkavállalókban, akik esetlegesen jelenleg is valamilyen ilyen típusú foglalkoztatásban dolgoznak, illetve azokban is gondolkodunk, akik ingáznak mondjuk Budapestre, vagy esetleg Romániába, vagy esetleg elmentek külföldre a jobb megélhetés reményében, akkor azt gondolom, hogy megfelelő számú és minőségű munkavállaló van egy nagyobb befektető számára is. A műsorban Pántja Imre beszélt arról is, hogy a megye járásai alapvetően két kategóriára oszthatók a foglalkoztatási adatok alapján. A jobban teljesítők közé tartozik a szarvasi, az orosházi, a gyulai és a békés csabai. Május 31-éig kell leadni azt a beszámolót, melyet a társasházak közös képviselői készítenek az előző év kiadásairól. Szintén eddig van lehetőség arra, hogy a lakókkal megvitassák, milyen beruházásokra kerüljön sor 2019-ben, kiket szankcionáljanak tartozásaik miatt, illetve hogyan változzon a közös költség. A társasházak életében elérkezett az az időszak, amikor a közös képviselők ellenőrzik, majd beszámolnak az előző év kiadásairól, az esetleges felújításokról, beruházásokról. A tulajdonosok számára tartott közgyűlésen ezeket az adatokat közlik a különböző háztartásokra lebontva, illetve nyilvánosságra hozzák azt is, hogy kinek mekkora a fennálló tartozása. Amennyiben valamely esetben szükséges, szankcionálják az adóssággal rendelkezőt.
A beszámolót május 31-éig kell elkészíteniük a közös képviselőknek. A társasházak életében egy igen jelentős időszak van, a beszámolásról szól, az előző év gazdasági tevékenységéről a közös képviselőknek most be kell számolniuk, a számviteli törvény szerint egy beszámolót kell készíteni, illetve a következő évről egy tervezetet. Ezt minden év május 31-éig kell megtenniük, és ezt a közgyűlés meghallgatja, majd hogyha úgy találja, hogy elfogadható, akkor ezt elfogadja. Harmati Imre közös képviselő elmondta, a számviteli törvény meghatározása szerint szintén május 31-éig van lehetőségük a társasházak lakóinak arra, hogy megvitassák a következő év tervezetét. A közgyűlésen arról tanácskoznak, hogy 2019-ben milyen beruházásokat, javításokat eszközöljenek. Felújításról, karbantartásról készíthetnek tervet, ezeket eldönthetik, hogy szeretnék-e, ha szeretnék, és már van konkrét ajánlatuk, akkor azt megvitatják. Ha nincs konkrét ajánlat, akkor évközben a közös képviselő ezt beszerzi, és egy újabb közgyűlésen megvitatják azt, ahol aztán később ugye kiválasztják a kivitelezőt, és megvalósítják ezt a felújítási tervüket. Ennek értelmében megtervezik az év költségvetését, a fizetendő közös költség esetleges módosítását is. A következő évtől várhatóan a földhivatal számára is be kell majd nyújtani a beszámolót, valamint a tervezetet, ahol ellenőrzik ezeket. 8. alkalommal rendezte meg a Göndöcs Benedek Középiskola a Kreatív Kalantúra a Grimm testvérek nyomában elnevezésű játékos csapatversenyt. Ebben az évben a Csizmás Kandúr című mesét dolgozták fel, a versenyen 72 általános iskolás mérte összetudását. Mely nem tartozik a fuldoklás jelei közé? Többek között erre a kérdésre kellett választ adniuk a Kreatív Kalantúra a Grimm testvérek nyomában elnevezésű csapatverseny résztvevőinek. Ebben az évben a Göndöcs Benedek Középiskola idegen nyelvi munkaközössége immár 8. alkalommal rendezte meg a játékos vetélkedőt, melynek középpontjában a Csizmás Kandúr című mese állt. A középiskolába a megye 72 általános iskolása összesen 18 csapat érkezett. Hívtam a általános gyerekeket az egész Békés megyéről, és jöttek Gyuláról, minden iskolából, jöttek Csanadabácáról, Orosházáról, Elekről és Kétetházáról, és 7 állomáson feldolgozunk a mesét úgy, hogy különböző tantárgyokban feldolgoztunk a mesét, akkor van benne magyar, van benne angol, informatika, vendéglátás, egészségügyi. A csapatok 7 állomáson tehették próbára tudásukat. A vendéglátásnál a kirakó és a kvíz kérdések mellett többek között egy teríték elemeit ismerték fel a versenyzők. Az angolnál például a részekre osztott mesét kellett sorba rendezniük, majd ezekhez kellett párosítaniuk a megfelelő illusztrációkat. A résztvevőknek mindegyik teremben egy-egy tantárgyhoz, az iskolában oktatott szakmákhoz és a meséhez köthető feladatokat kellett megoldaniuk. A verseny sikeréhez hozzájárul az, hogy a 7 állomás más-más módon dolgozza fel a mese elemeit, így mindenki talál olyan feladatot, melyben kiemelkedően tud teljesíteni. A legtöbben azonban mégis az informatika, illetve a testnevelés állomását várták. Sportolók vagyunk alapból, és informatikát meg hát az az egyik legkönnyebb, és legjobban szeretem azt a tantárgyat. A résztvevők játékos akadályokon keresztül mutathatták meg kreativitásukat, adhattak számot ismereteikről, képességeikről. A Magyar Népművelők Egyesülete 13 évvel ezelőtt indította útjára a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozatot. A kezdeményezés célja az volt, hogy minél többen legyenek részesei a közművelődési intézmények által nyújtott kulturális programoknak. A Gyulai Művelődési Központ 2 eseménnyel csatlakozik ehhez a hétvégén. A tél utolsó hónapjának programjaira invitálja az érdeklődőket a Gyulai Művelődési Központ. Ezen a hétvégén február 15 és 17 között országszerte több száz kulturális központban és művelődési házban készülnek változatos programokkal a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat részeként. A Gyulai Művelődési Központ 2 eseménnyel csatlakozik a Magyar Népművelők Egyesülete által szervezett eseménysorozathoz.
Az idei évben mi két programmal csatlakoztunk ehhez a sorozathoz. Pénteken 15-én 18 órától itt a Művelődési Ház második emeletén lesz nyitott próba és táncház a Körös Tánc Együttessel. Patyi Zoltán fogja vezetni a táncházat, és Koncz Gergely és a zenekarra fogja a zenét szolgáltatni. Itt a megszokott jó hangulat és sok-sok tánc várja az érdeklődőket. A belépés természetesen ingyenes. A programsorozat másik részeként pedig a Kultúrcafé 48 szervezésében Péter Fibori és a Love Band érkezik a Vigadóba. Erre az alkalomra még elővételben kaphatnak jegyet az érdeklődők. A programok a hétvége után nem érnek véget, hiszen február 19-én Zacher Gábor érkezik Gyulára. Hogy miről fog beszélni a doktor úr? A droghelyzetről leginkább, a függőségekről, alkohol, drog, de akár mondhatjuk a kütyük, okostelefonok okozta függőségek problémáiról, helyzetről, esetleg megoldásairól is. Február közepéhez közeledve már a tavaszi szezonra is készülnek a Művelődési Ház szervezői. Március 7-én bérleten kívüli előadáson érkezik a Csárdás királynő, ezt az esemény pedig már az Erkel bérlet keretein belül március 27-én a Turai Ida Színház kabaré előadása követi. Kiemelt fejlesztési területté nyilvánították a két egyházi út környékének egy részét. Rövid hírek következnek. Ez a Gyula határában a két egyháza felé vezető út mellett lévő terület az egyik a három közül, melyen naperőmű létesülhet. A villamos energia előállítást a kormányzat koncesziós formában hirdette meg. Erre magántulajdonban lévő energiatermelő cégek jelentkezhetnek és építhetnek erőműveket. Ennek érdekében a gyulai képviselőtestület nemrég a helyi építési szabályzatot is módosította. Az erőműveket olyan acélszerkezeteken álló táblák alkotják majd, melyeket a városban több helyen is látni lehet. A majdani építkezéssel kapcsolatban az önkormányzat azt a kérést fogalmazta meg, hogy a területet 2 méter magas bokorsorral vegyék körül. Az erőművek létesítése előtt azonban még bőven akad adminisztrációs teendő. A maga részéről a szükséges szabályozást az önkormányzat néhány hónap alatt el tudja készíteni, az érintett ingatlanokat már most kiemelt fejlesztési területté nyilvánították. A több mint 40 éves vízügyi szolgálat, ezen belül 21 éves igazgatói munka után február 8-ától megkezdte felmentési idejét és nyugdíjba vonul Bak Sándor. Helyét Szabó János műszaki igazgató helyettes veszi át. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgató helyettesi feladatait Lúci Gergely látja el. Pintér Sándor belügyminiszter 2019. február 8. napjával Szabó János műszaki igazgatóhelyettest határozatlan időre nevezte ki a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatói munkakörébe. Szabó János 1983-ban végzett vízépítőmérnöki szakon, a diploma megszerzése után Gyulán helyezkedett el. A 80-as évek öntözési fejlesztéseinek aktív részese volt, a kettős-körös jobboldali töltés fejlesztésének, a mérgesi víz visszavezető műtárgynak, a gyulai duzzasztómű rekonstrukciójának, a felső-tiszai töltésfejlesztés és autópálya építések földmunkáinak, valamint a tiszai híd alapozásának az egyik irányítója volt. Az árvízi védekezések során több komoly beavatkozással járó munkában vett részt, 2015-ben 30 éves tevékenységéért a Magyar Aranyérdemkereszt polgári tagozatával tüntették ki. Az igazgatóság műszaki igazgatóhelyettesi feladatait Lúci Gergely látja el. Ő 2012-től a Műszaki Biztonsági Szolgálat vezetőjeként tevékenykedett. Ebben az évben 2 végzős osztályt köszönthettek a jelenlévők a Gyulai Román Gimnázium szalagavatóján. Ez az időszak minden gimnazista életében meghatározó pillanat, hiszen a feltűzött szalag az utolsó év végének a közeletét is jelzi, emellett azt sem szabad elfelejteni, hogy hamarosan az érettségi vizsgán kell helytállniuk a fiataloknak. Az eseményen Görgényi Ernő polgármester is köszöntötte a végzősöket, majd ezután 53 végzős diáknak tűzték fel a szalagot. A román nemzetiségű gimnáziumban nagy hangsúlyt fektetnek a nyelvoktatásra, így az idegen nyelvű érettségére nagy elvárásokkal érkeznek a tanulók.
Szeglédiné Kurzó Mária, az iskola igazgatója elmondta, hogy a diákok többsége tervezi a továbbtanulást hazai és román egyetemeken egyaránt. A következő hónapokban nem csak jelképesen, de gyakorlatilag is lezárják középiskolai éveiket a tanulók, hiszen a következő hónapok már az érettségére való felkészülésről szólnak. Több napon át tart idén a Valentin nap Gyulán. Az Erkel Ferenc Kulturális Központ szervezésében már 14-én csütörtökön megkezdődnek a programok, és egészen 16-áig szombatig zajlanak, ráadásul 5 különböző kiállító helyen. Illikné Kukla Ildikó kulturális szervező elmondta, a kisebb helyeken nem lesz minden nap új esemény, de az Erkel házban például csütörtökön és szombaton is tartanak zenés előadást Erkel Ferenc jeles kortársainak, Liszt Ferencnek és Frédéric Chopinnek a szerelmi életéről. A Kohán képtárban szombaton a József Dezső alkotókörrel lehet majd eltölteni egy kreatív délutánt, a Ladics házba pedig szintén szombaton lesz érdemes ellátogatni. A kastélyban és a várban lesznek olyan előadások is, melyekre csak a felnőtteket várják. A várban az erényövről szóló előadás mellett Solymász bemutató, Lúdtollal írható szerelmes levél és emlékkönyv készítés várja az érdeklődőket. Gyulai italozókból lopott a 32 éves M. Zsolt. A rendőrök hétfőn őrizetbe vették. A gyanú szerint a férfi korábban többször lopott. A tevékenység elsajátításával példát mutathatunk a következő generációnak, hogyan kell a mindennapokban védeni a környezetünket. A nyomozók vizsgálják, hogy a férfi hulladékot. Más hasonló vagyonelleni bűncselekményt követette el. A szelektív hulladékgyűjtés hozzájárul a szebb, tisztább környezet kialakításához. Mivel az újrahasznosítás által kevesebb a szennyező anyag kibocsátás, javul az energiafelhasználás is. A tevékenység elsajátításával példát mutathatunk a következő generációnak, hogyan kell a mindennapokban védeni a környezetünket. Ön szelektíven gyűjti a hulladékot? Van sárga kukánk, úgyhogy gyűjtjük külön-külön, zöld, sárga és a fekete. És miért tartja ezt fontosnak? Hát fontos a környezetvédelem szempontjából. Igen, fontos. Mert nálunk, ahol én lakok, ott sajnos mindenfélét égetnek, gumit is mindent, és sokszor olyan füst van, hogy 4 óra után nem lehet kimenni. Úgyhogy ez nagy gond. Nézze, nagyon őszintén, akkora szemétdomb van már így is az országban, hogy szörnyű. Ha ezt nem csinálja az ember, akkor még nagyobb lesz. És még nem mentünk a világra. Tehát itt Magyarország, hát Gyulán is ott vanna, itt is lehet látni. Amikor takarítanak, mindig van raj, mindig van szemét. Szóval muszáj, mert másként ellepi az embert a szemét. Na. És van sárga kukája, amiben ezt gyűjti? Nálunk nem, mert én a Budrión lakom, és van a saját kukánk, és ott van az üzlet mellett a szelektív kukák sora. És így tudjuk rakni. Nincs különösebb gondunk sárga kukára, meg egyébre. Tehát a háztartásira, az megy a lakásban levő, a ház lépcsőházban levő kukába, a többi pedig megy ide ki a bolt mellé. Sajnos nem, mert nálunk a pincében van a kukatároló, és akkor van, amikor kiválogatom, a műanyagokat elviszem a szuper mellé, meg az üvegeket, de van olyan, amikor sajnos beleteszem én is. És egyébként fontosnak tartja? Hát én nagyon fontosnak tartom. Már volt rá példa, hogy oda elébünk, mert a vértanú kutyán lakom, és akkor ott a hátul kellene lenni ilyen nagyobb kukáknak, de a kocsik akkor nem tudtak fordulni, bejönni. Most tavasszal lesz majd a parkoló építése, hát gondolom, hogy akkor valamilyen lehetőséget majd kitalálnak, mert akkor még több hulladék lesz ott. Egy-egyes döntetlent játszott a Szeged-Grosics Akadémia az 1983-ban még UEFA kupa elődöntőben szereplő Universitate a Craiovával. Lapszemle következik. Évfordulót ünnepeltek. 80 éve szentelték püspökké Márton Áront. Emlékezett a Magyar Kurír. Tiszta és nemes egyéniségének varázsa Erdélyt már régóta megfogta. A személye iránt nyilvánvaló szeretet nem csak a katolikus társadalomban,
hanem a más felekezetűek között is kivételes volt. Sarkantyús sármány a Monták pusztán. Ritka téli vendég egy sarkantyús sármány bukkant fel a közelmúltban Tóth Komlós térségében, írta a kmnp.hu. A kemény téli időszakban sok énekes madár húzódik be az állattartó telepekre, ahol a jószágok körül jó eséllyel találnak apró rovarokat. Farsangi forgatag Békésen. Az ünnepségen több mint 200-an vettek részt, közölte a Békési Újság. Az esemény végén a telet kiszebbább égetéssel búcsúztatták. Döntetlen a Krajovával. Egy-egyes döntetlent játszott a Szeged Grosics Akadémia a korábbi UEFA Kupa elődöntős Universitate Krajovával, írta a klub weboldala. A törökországi edzőtábor harmadik mérkőzésén German Tamás távoli bombagóljára Balán büntetőből válaszolt. Csütörtökön és pénteken szeles, változóan napos felhős, hűvös idő várható. Hétvégétől enyhébbek lehetnek a nappalok. Csütörtökön napos, felhős időre van kilátás. Kisebb eső is előfordulhat. A hőmérséklet az éjszakai mínusz 1 fokról, kora délutánra plusz 5 fokig emelkedik. Pénteken többször felhős lesz az ég, de csapadék nem várható. A hőmérséklet 1 és 7 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Jöhetnek a befektetők. Készen áll a megye egy nagyobb foglalkoztató megtelepedésére. Készülhetnek a beszámolók. Fontos határidőhöz érkeznek a társasházak május 31-én. Kreatív kalandtúra a Göndöcskertben. 72 diák vett részt a középiskola játékos csapat versenyén. Kultúrházak éjjel-nappal. Gyula két programmal csatlakozik az országos eseménysorozathoz. A Gyula TV híradóját látták. Most a három téma következik Pántja Imrével. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon, a YouTube-on és a gyulatelevízió.hu oldalon. Köszönjük figyelmüket!